A veľmi cenné víťazstvo, pretože domáci sú už na tým veľmi nepríjemný. Veľmi nepríjemným súperom. O to je to cennejšie, že sme ten zápas ešte aj otáčali a ja som za to rád, že chlapci odvedli dobrú prácu, tímovú prácu, podporenú kvalitnými individuálnymi výkonmi. Samozrejme aj systémovo pre nás dôležité, že sme prešli z toho 3-5-2 naspäť do silného rozostavenia a záver sme zase uhrali v tom rozostavení 3-5-2, lebo sme stále potrebovali byť na špičkách. Pretože naozaj to je nepríjemná pôda, alebo horúca pôda. Takže veľmi celné víťazstvo. Gratulujem chlapcom, ďakujem fanúšikom, že prišli našim podporiť nás. A takýmto spôsobom verím, že tá sila mužstva sebavedomie bude stále rásť a podporíme ho v ďalšom nasledujúcich zápasoch, ktoré nás čakajú. Nagyon értékes győzelem volt, hiszen egy nagyon szívós és kellemetlen ellenfélel játszottunk, és annál értékesebb ez a győzelem, hogy fordításból született. Nagyon örülök, és a srácoknak köszönöm a munkát, amit elvégeztek, a csapatmunkát, és csapat szinten is jók voltunk, és természetesen ilyenkor az egyéni minőség is előjön. Az is fontos volt természetesen, hogy a rendszerben át tudtunk állni a 3-5-2-es felállásból vissza abba az erős, számunkra erős és megszokott felállásba, és aztán a végén újra vissza tudtunk térni erre a 3-5-2-esre, hiszen szükségünk volt arra, hogy egész utolsó pillanatig figyelembe, jól ott legyünk fejben, és figyeljünk. Tényleg egy nagyon kellemetlen ellenfél, és egy nagyon nehéz helyen tudtunk nyerni, ennél értékesebb a győzelem. Gratulálok a fiúknak, és köszönöm a szurkolóknak, hogy eljöttek ilyen szép számba támogatni minket. Bízom benne, hogy ez a mai győzelemmel is nőni fog, tovább nő az erőnk és az önbizalmunk, és ezt majd a következő mérkőzéseken bebizonyítjuk. Ja, som taký plný dojmov a emócií potom po tom zápase. Samozrejme sme vedeli, čo nás čaká, obrovská kvalita, čo aj nakoniec potvrdili, ale chceli sme si to rozdať normálne na rovinu sa aj s Dunajskou. Myslím si, že sa nám celkom aj darilo. Škoda toho vyrovnávajúceho gólu minútu alebo dve minúty do polčasu, škoda, že sme neudržali 1-0. A v druhom polčase myslím si, že sme začali veľmi dobre, mali sme tam slušné veci, šance po štandardkách, Timo Zahumenský, tiež čistá šanca, a potom ďalšia šanca Áďa Slavíka, aj keď tam si myslím, že to bolo ešte dohrané faulom, ale sú veci, hovorím, nechcem povedať niektoré veci a prvé poviem, že nechcem nejak znehodnotiť výkon Dunajskej vôbec nie, lebo si vážim aj Áďa ako trenéra, aj tú robotu, čo tam robí, či nie je to vôbec nič proti DHC, to vôbec nie. Iba niektoré veci nechcem asi povedať teraz, lebo chcem byť na lavičke s Podbrezovou. Ale sú tu veci, ktoré sa opakujú a potom nejaké SMS-ky na klub alebo listiny, že áno, niekto chyboval a vám to bude nevráti. Takže toto je, že nechcem radšej nič hovoriť, lebo niektoré veci sú katastrofa. Tele vagyok érzelmekkel és emóciókkal. Tudtuk, hogy mi vár ránk, egy nagyon erős ellenfél érkezett, amit be is bizonyított, de a mi célunk az volt, hogy egyenrangban ellenfele legyünk a dacnak, ami sikerült is. Nagy kár azért az egyenlítő találatért röviddel a félidő vége előtt, hiszen jó lett volna megtartani az egygólos előnyt. Úgy érzem, hogy a második félidőt nagyon jól kezdtük, voltak igazán jó helyzeteink. Pontrúgások után azon kívül aztán ott volt Záomenszki helyzete, Agyoszlávik helyzete, amit úgy érzem, hogy faul volt a végén, de vannak dolgok, amiket nem akarok kimondani, és nem szeretnék semmi rosszat mondani a vendégek a DAC teljesítményére, mert azért se, mert nagyra értékelem agyagul a munkáját. De vannak dolgok, amiket egyszerűen nem akarok most kimondani, mert szeretnék a következő Podbrezova elleni mérkőzésen is a kispadon ülni.